Egyre többen dolgoznak a győri Audi gyárban, de nem csak itt, hanem az egész megyében nőtt a foglalkoztatottság júliusban. Ez derül ki a kormányhivatal munkaügyi központjának legfrissebb adataiból. Ezek szerint az előző havi 2,6-ról 2,5%-ra esett vissza a munkanélküliségi ráta Győr-Moson-Sopronban. Az álláskeresők 5314 fős tábora mindössze 61,9%-a az egy évvel korábbinak, ami akkor 4,2%-os rátát jelentett. A munkanélküliség csak Kapuvár térségében nőtt, a többi körzetben, így Győrben is tovább csökkent júliusban. A megyében az álláskeresők 2/5 középfokú végzettségű, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya mindössze 11%, az általános iskolát végzetteké pedig közel 29%, ezzel a képzetlenek aránya az országban a legalacsonyabb. A pályakezdők az álláskeresők 10,6%-át adják, számuk 20-szal ugyan nőtt az elmúlt hónapban, de az előző év azonos időszakához képest csak fele annyian vannak. Júliusban a megyében a közigazgatás, a védelem és a kötelező társadalombiztosítás területéről érkezett be a legtöbb állásajánlat, de a feldolgozó iparból is jött számtalan ajánlat. A járműgyártás területén továbbra is nagy a munkaerőkereslet, főleg az Audiba és beszállítóihoz vinnének szakképzett munkásokat.